Sziasztok, Bubán Brigi vagyok, ez itt a Brizány kézzel írni menő legújabb videója, és ebben a videóban meg fogom nektek mutatni, hogy hogyan tudtok szalagos betűket rajzolni. Ehhez szükségetek lesz papírra, ceruzára, ecsetfilcekre. Ecsetfilcekből szükség lesz két hasonló árnyalatra. Oké, majd az egyik lesz a szalagnak az első oldala, a szalagnak pedig a másik oldala, egy sötétebb szín lesz. Illetve még szoktam egy szürkét is használni, azért, hogy még hatásosabb legyen a szalag, ezért ilyen árnyékolást is alkalmazok. Úgyhogy három ecsetfélszerre lesz szükségetek, egy szürkére, két másik színre, lehet az egyik mondjuk ugyanannak a rózsaszínnek a sötétebb árnyalata, vagy bármilyen színnek egy sötétebb árnyalata, vagy teljesen különböző is. Oké. Mivel kezdjük? Én szeretem ezt a Tombow Crystal papírt használni, mert ez egy viszonylag vastag papír, egyébként mind a két oldalát tudom használni, anélkül, hogy átütne rajta bármi is, és nagyon sima a felülete, de ecsetfilcet nem teszi tönkre. Jó. Szóval, szalagos betű. Az első dolog, amit megcsinálok, amikor ilyen szalaghatást szeretnék elérni, hogy kiválasztok egy világosabb színt, és azzal megírom a szöveget, amit szeretnék majd átrajzolni. Mondjuk most azt írom, hogy secret. Amit láthattok, hogy most nem is nagyon figyeltem arra, hogy a fölfelé menő vonások ugye vékonyak legyenek, ugye ami a kaligráfiának az alapszabálya, hogy fölfelé vékony, lefelé vastag vonalakat húzunk. Oké? Itt a szalagoknál nem kell, hogy a fölfelé menő vonás vastag legyen, vagyis hogy vékony legyen, oké? Hanem sőt, be is vastagítom mindegyiknél, mert akkor lesz jobban szalagos a hatás, hogyha mindegyik vonás ugyanolyan vastagságú. Oké? Tehát az volt az első lépés, hogy megírtam, második lépés, a vékony vonalakat is megvastagítottam. Oké, még ugyanazzal a színnel. Harmadik lépés, fogok egy ceruzát, és megjelölöm azokat a helyeket ceruzával, ahol vagy eltakarja a szalag felső része az alatta lévő szalagot, vagy pedig átfordul a szalag. Oké? Jó, az a lényeg, hogy a mi felfelé menő vonás az lesz a hátoldala a szalagoknak, és a mi lefelé menő vonás az pedig az első oldala a szalagnak. Oké? Tehát ugye itt följön a szalag, ez lesz majd a sötét, oké? Itt átfordul, itt berajzolok egy ceruzával, hogy tudjam, hogy itt fog átfordulni, innentől majd világos lesz. Oké, lefelé világos, egészen idáig, ahol átfordul, tehát akarja a felső rész, idáig. Oké, ez majd sötét lesz, itt szintén sötét, és itt átfordul. Oké, ezt minden egyes vonásnál berajzolod ceruzával. Nem kell nagyon rányomni, csak halványan. Jó, a kész a berajzolás, most jön a másik árnyalat, amivel szépen kiszínezem azokat a részeket, amik felfelé menő vonalak, amik a szalagnak a fonákja, vagyis a hátulja. Oké, ezt nagyon óvatosan csináld, oké, tehát itt nem nyomom rá, hanem csak szépen kiszínezgetem ezeket a részeket. Ehhez lehet használni akár a filcnek ezt a másik oldalát is, hogyha ilyen precízebben szeretnétek, vagy jó az ecsetfilc is.
Jó, most is meg is vagyunk a szalagnak, a fonákának és a szemben lévő oldalának a megrajzolásával. Oké, amit még megtehetünk, most jön a szürke félsztól, hogy még élethűbb legyen a szalagunk. Azt csinálom, hogy ahol a árnyékot vet a szalag, tehát ahol találkoznak ezek a vonások, ott a szürkével beszínezem, oké, és ettől egy plusz mélységet fog kapni, és egy kicsit élethűbb lesz a szalag, oké? Tehát ahol a kettő vonás találkozik, azoknak a tövébe még egy kicsit beszínezek szürkével. Oké, a közepe részt kihagyom, tehát itt egy vonáson ezt a tövét meg itt beszínezem, közepét pedig világosabbnak hagyom. Ha még valami extrázást szeretnék belevinni, akkor pedig még szoktam használni fehér zseléstollat, és a fehér zseléstollat pedig azokat a pontokat, ahol a szalagnak a tetején megcsillanhat a fény, azt a fehér zseléstollal lehet hangsúlyozni. Kész is van. Hogyha félceket kerestek, akkor irány a Brizány Show. Linket beraktam a leírásba, illetve azt is odaírtam, hogy pontosan milyen eszközöket használtam ennek a szalagos betűknek a megírásához. Okay. Bármilyen kérdésetek van, írjátok meg kommentbe, vagy szeretnétek valamilyen technikáról bővebben hallani. Remélem találkozunk jövő héten is. Sziasztok!